Az első dolog, amit szeretnék leszögezni, hogy két sikeres ország találkozott itt ma egymással, és ha vannak sikeres országok, amelyek sikeres régiókat alkotnak, akkor van sikeres Európa. Örülünk mindig, ha a Szlovákia miniszterelnöke ellátogat hozzánk, mert újra és újra megköszönhetjük neki, hogy amikor Magyarország bajban volt és a határokat meg kellett védeni, akkor Szlovákiára számíthattunk. Ugye nagyon hosszú határunk van, egy 679 kilométer hosszú határunk van. Ma 34 határátkelőhely működik a két ország között, és ami a legfontosabb, hogy épül egy szép mérnöki attrakció keretében a Komárom városokat összekötő Dunahíd, V4-ek az többé, nem a szegény országoknak a szövetsége, hanem a V4 az olyan országoknak a szövetsége, amelyben nagy gazdasági dinamika van, óriási fejlődési lehetőség, fegyelmezett pénzügyek, az európai szabályokat betartó kormányok és nagy tervek.